Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a szeretetben. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ez a mai vasárnapon, Urunk mennybe váltalak ünnepén. Igaz, ezt az ünnepet csütörtökön szokták megülni régebben, hiszen álló csütörtökön is mondják, és régebben ilyen időtájt voltak az első áldozások, mint ahogy úgy látszik, ugye itt is és Szilason is most van a konfirmáció például, és hát különleges az a mai szentmise abból a szempontból, abból az okból, hogy egyrészt körünkben van a Hoxfinában egy kórus, mint akik már hazatérő vendégeknek számítanak, vagy visszatérő vendégeknek számítanak, akik az élet szolgálatban is részt vesznek, köszöntjük őket nagy szeretettel, és hát mindig most is érezzék jó magukat itt Szögligeten, ebben a szép és ősi templomban, és hát a hátam mögött van most eltakarva a tabernákulumot és a főoltárt, a halotti lepelnek a hiteles másolata. Különleges alkalom ez, hiszen jövő héten lezárul a húsvéti idő, pünkösden, és elkezdődik az évközi idő, tehát mint egy lezárásként kitűnő alkalom arra, hogy a szentmise utáni kis előadásban meghallgassuk, hogy mi is ez a lepel, miért is fontos a keresztény ember számára. Nem akarok igazából semmit róla mondani, hogy lesznek nálam avatott, lesz nálam avatottabb, aki majd erről fog szólni, de legyen mindenünk számára ez egy olyan alkalom, ahol közelebb érezhetjük magunkhoz a feltámadás örömének a tényét. Mai szemvisénket ezen a verőfényes vasárnapon Dúber Béláné Márta nővérünkért ajánlom most föl. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és tartsunk őszinte bűnbánatot. Gyónom a mindenható Istennek, én is nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünk. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Hadd újjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele mi fölemelkedésünk, ahová, hogy és a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test az egyház reménységben, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasd meg az apostolok cselekedeteiből. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszélte, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és felvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él, 40 napon át ismételten megjelent neki, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta neki, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az atyai híretére, amelyről, mint mondja, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték. Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte. Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmokat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, előtölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határában. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elvette úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égben, egyszerre két férfi állt el mellettük, fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltak itt égre emelkedni? Ez a Jézus, aki közületek az égben emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennyben. Ez az Isten igéje. Alleluia, alleluia.
elhagyása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük. Megvan írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek a tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, amíg elő nem tölt el benneteket a magasságból. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kerít fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan voltak a templomban, és magasztalták az Istent. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen a bűnök bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, ahogy most hallgattam az evangélium szakaszokat, illetve a szentelési részeket, és olvastam az evangélium szakaszt, újból és újból, pedig már ugye mondjuk így nem először beszélek a mai vasárnapon ezekről, de hogy rácsodálkozok sok mindenre, amelyről nagyon sokat lehetne elmélekedni. És most, ahogy így ültem és hallgattam, hogy olvasták a két új szövetségi könyvet, megint rádöbbentem, hogy mennyire nem vagyunk tisztában azzal nagyon sok esetben, hogy Szent Pál is ír az efezusiakhoz írt levelében, hogy milyen nagyszerű, csodálatosnak a felséges örökség, amelyet kaptunk, amelyet őrzünk, és amelyet az apostolok hitére, tanítására alapozunk, amelyet Jézus Krisztustól kaptak és tőle láttak. Nagyon sokszor előfordul az új szövetségben, amikor itt olvasunk itt a húsvét időben a történeteket, eseményeket, meg utána is jópályán olvashatod, mi tanúi vagyunk ezeknek. De most is elhangzott. Mi tanúi vagytok ezeknek. És most, hogy a háttal mögött itt van a levelnek a másolata, amely megint csak egy tanú, tanulja a föltámadásnak. Én hiszem azt minden tudományos és különböző szakértői bírálatok meg minden pro és kontra vélemények ellenére, én hiszem azt, hogy az Olaszországban őrzött lepel valóban Jézus Krisztus testét foglalta magába. Rá is hangoztak. Tehát a más nem, mert a szemünknek higgyük. Az ember sokszor valóban csak azt hiszi, amit lát. És nem véletlen, hogy nem lehet véletlen, inkább így jobb fogalmazni, hogy ez a textília ennyi visszautasság közepette, amelynek a nyomai maga a lepel is őrzi, lehet látni rajta. Égés nyomok, virágkorok, erőben lesz szó. Mind-mind bizonyítja számunkra a föltámadásnak az örömét, amely az apostolok minden alkalommal, bármerre is hirdették az evangéliumot, beszéltek. Ők együtt ettek és ittak vele. Annyiszor elmondom már ezt a mondatot, hogy lassan már olyan lesz, mint a sláger, hogy a fülükön meg és a könyökön jön ki, de nem lehet elégszer róla beszélni. És ma, amikor itt van körülbelül ennek a lepernek a hiteles másolata, mert nem tudunk elvenni, hogy megtekintsük Rómában, vagy Torinóban, kis is állítva minden alkalommal, hát itt egy kegyelem ez is, hogy ennek a másolatát láthatjuk.
elhozták ide, pont az eukarisztikus év előtt, amikor a Szent Atya a szomszédos országban, ugye Erdélyben volt, tegnap Csíksomjón, most Bukarestben van, vagy nem Bukarestben van, hanem valami falván, nem tudom, pontosan nem teszem hétenem, hogy most akartam mondani, és boldogalmat, ugye hét fiatal török püspököt, akkor elgondolkodhatunk, hogy mi mennyire lennénk ma tanúi, vagy mennyire vagyunk ma tanúi a föltámadás örömének. Mennyire mondhatnánk el rólunk, hogy igen, mi tanúi vagyunk ezeknek. Mert az apostolok hitére alapozva bennük ezt kijelenteni. Mert ezt halljuk, ezt látjuk, ezt ismerjük évek óta. Ugye Lukács evangélista, hogy Teofilnak címzi az írását. Nem tudjuk pontosan, hogy ez most létező személy volt, Teofil, elképzelhető, vagy átlag szólítja meg az olvasót, Teofilos, az Isten kutató, az Isten titkait kereső ember, Isten tudományával foglalkozó ember. Teljesen melyiket nézzük, azt mondja, hogy elbeszéltem neked, keves Teofil, keves barátom, Isten kereső ember, Krisztus követő, mi mindent tett és tartott Jézus megízen addig a napig, amíg megbízást kapott, vagy adott az apostoloknak, és fölülött a mennybe. Lukács evangélista, hogy az elején könyvek elején mindennek utána jártam, de ezt sokszor szoktam emlegetni. Tehát mi erre tudunk hagyatkozni, mert ezt nem vehették félváról, nem vehették, csak úgy végből kapott történetként, nem kitaláció. És ezek maga nem csak a level a bizonyítéka, hanem az, hogy egyház 2000-es múlttal rendelkezik, nagyon sokszor próbálták már tönkretenni, elpusztítani, és nem sikerült. Sokszor ugye elszakadtak testvérek az egyház testéből, és mi mindig itt vagyunk. És ennek ma önök itt, mi vagyunk a bizonyítékai. Belenőttünk egy keresztény kultúrába, beleszülettünk, és egy természetesnek tűnik az, hogy a falunkban templom van, kereszt van a szobák falán, nyakunkban medálként, útszíli kereszteket látunk sorra, temetőben kizarándokolva, a feszülettel találkozunk útszintén, ez egy természetes dolog, hogy mi sorolhatnám a példákat. De ott van, hogy ti tanúi vagytok ezeknek. Mik ezek a dolgok? Amit Szent Pál ír az efezusiakhoz itt levelében, most olvastuk, megismerjük, milyen reménye hívott meg bennünket, és itt van nagyon fontos dolog, milyen gazdag és fenséges örökség, amelyet a szenteknek száll. Mindig rácsolálom, és beszéltem erről, de újból előjön, hogy rácsolálkoztunk-e már arra, hogy mekkora szellemi kincsnek vagyunk a birtokában. Rácsolálkoztunk-e már arra, amit Szent Pál ír, hogy szenteknek nevez bennünket, mindazokat az embereket, mindazokat a részeseket, a keresztény szentségeket, akik elfogadták Jézus Krisztus messiásoknak, pásztoroknak és az Isten fiának. Hogy igen, mondta Máriával, szavával élve, hogy imazó szolgálat szól a ajánlán. Hogy igen, mondtak a hit ajándékára. Szenteknek nevezi. És valóban, ha belegondolunk, óriási az a szellemi örökség, amelynek az alapja maga Jézus Krisztus és az ő tanítása, amely az evangélisták megőztek számunkra,
amely a Szentírás lapjén ma kezünkbe vehető és olvasható. És erre az alapra épült rá az egyház 2000 éves hagyománya, amelyet nagyon sok szent munkája, lelkiíró munkája, festők, képzőművészek, írók munkája, fémjelezést és gazdagít. Ha csak belenézzük az ima könyveinkbe, amikor ott vannak ugye a padon, sajnos ettől legtöbbször becsukva, amit látom már évek óta, biztos, hogy vannak benne kis szent képek, amelyeket imádságos sokasága látható, vagy olvasható. Van ott a régi megsárgult papírlapocskák, amelyeket talán még szüleinktől, nagyszüleinktől őrizzük, amiket írtak, ugye sokszor ákombákon betűkkel, és imádkozunk mind a mai napig, mert szeretjük azt az imádságot. Biztos vannak olyan énekek, amiket hallottam talán, a Derenki búcsúr, hogy hallottam akár Jabloncán, vagy Bodolón, és megtetszett, és elkértem, mert így nem ismerik. Hogy jártam Szentkúton, és ott hallottam, onnan szereztem. És lehetne sorolni még ezeket. Ha szégyezzük a templomban, ugye megadni ugye szép dolgot látunk, a képzőszer eszközével kifejezve az Isten dicsőségét. A legősibb magyar nyelven érjük ott, ugye két imádságos szöveg, ugye az Ó Magyar Mária síralom és alotti beszél. Ezek mind-mind is rohatnánk napestig a példákat. Mind-mind hozzájárultak ahhoz a szellemi lelki kincshez, aminek az alapja, még egyszer mondom, Jézus Krisztus, akinek az ünnepe minden szentmise, hiszen találkozunk vele az igében, találkozunk az Eukarisztiában, és aki mondta az apostolnak, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, hirdessetek megtérést és bűnbocsánatot. És ez ma is az egyház nagy küldetése, hogy az irgalmas Istent hirdetni, megmutatni a világnak. De ez azt kell, hogy én magam is ezt megéljem. Ez azt nem beszéltem meg. Ez a szeretet eleje kell, amelyet mindannyian megkaptunk már a keresztségben, és amelynek az eleje kiterjedt a bérvállásban. Hát segítsen még itt a mindenható Isten, hogy mi is el tudjuk mondani, hogy mi tanulni vagyunk ezeknek, mert megtapasztaltuk az Isten jóságát, szereteti és küldetésünk van abban, azok az emberek felé, akik még keresik az Istent. Amen. Istenem, üdvözlök! Erre a sátának minden cselekedetének, minden csábításának, hiszen te Istenben mindenható Atyában mennek és fölnek teremtőjében. Hisznek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a hírunkban, aki fogadott szentet össze a Szűz Máriát, aki meghalt, eltemetté, de föltámadt a halálból, és most az Atya jobbjában. Hisznek-e a Szentlélekben, a katolikus Szentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben. Ez a mi hitünk, ez az egyház hite, mert boldogan vallunk Krisztus a mi Urunk által. Most, hogy boldog Istenünk az örvendező lélekkel, mert Jézus fölment a mennybe, hogy a trónját Atyának jobbján, hogy várjuk az a dicsőséges eljövetelét. Könyörögünk Isten szent egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyek Urunkról, Jézus Krisztusról. Hallgass meg Urunk! Kérünk téged, hallgass nekünk! Könyörögünk az egyház előjáróért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről. Hallgass meg Urunk! Kérünk téged, hallgass nekünk! Könyörögünk a népek lelkülőért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban tartanak a számokat. Hallgass meg Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket!
Könyörögjünk az egyház tagjaiért, hogy Urunk mennyben menetele, adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találhassanak. Hallgassuk, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk egyház községünkért, hogy ekkor mindjárt együtt lehessünk Krisztusnak, és az ő szentjének is hűségében. Hallgassuk, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Annyi gondolmat előtt testvérnek, köztük Mártának, akit ezt a húsvéti áldozatot felajánljuk, hallgass meg, Urunk! Jézusunk, te apostolokat küldted, hogy hirdessék az evangéliumot. Az ő példájukra, add meg a szentek kegyelme által, hogy mi is jó apostolok lehessünk, aki élsz és uralkodol mindenökkön örökké. Amen. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük föl a szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjuk néked, mi Urunk szentséges Atyán, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő feltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy Isteni életét megossza vélünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjon, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, dicsőséget himnuszát zengi, és vég nélkül énekli. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem,
mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak és szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és eltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked Istenünk az élet kegyelét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsd egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíved adunk egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretedben Ferenc pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, köztük Mártáról és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ügyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, ezért nagy bizalommal így velük imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után én köszöntötte Jézus tanítványait békességnek, te kezét kérjük, ne védkeinket nézzet, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Yeah.
mennyekép asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem jövök, hogy fejlődjük, hanem csak egy szóval a mondja, és meggyógyul az Szentmisénk pénteken lesz, 10 órától a rózsafirtását élő és elhunyt tagjaiért. Jövő vasárnap pünkösd ünnepe lesz, mivel nekem el kell utaznom, így a szentmiseit majd szombaton lesz, méghozzá este 5 órától. Aki mégis vasárnap szeretne szentmisére menni, 9-én vasárnap pünkösd napján Szilason lesz délután 12:30-kor szentmise, mert Bézen Albert szárdalmási plébanosan majd tartani. Hálásan köszönöm a kórusnak az ének szolgálatot,
Isten áldja meg munkájukat, szolgálatukat, Szent Cecília védelmezve, járjon közben értük és oltalmazza életüket. És hát, amíg el szoktam mondani ilyen alkalmakkor, amit Kodály is mondott, az elnélkül nincs teljes ember, annak idején belénk súlykolta az akkori ének tanárunk az általános iskolába, hiszen ez volt felírva ez a mondat a tábla fölé, mint jelmondatként, mottóként, és ezt sokszor elmondta ő is, és valóban igaza van Kodálynak, hogy az ének az kiegészíti az embernek az életét, hiszen mi nem volt televízió, rádió se sűrű, akkor az emberek énekkel gazdagítottak az életüket, hozzátartott a mindennapjainkhoz. Úgy, hogy a liturgiában is az ének nem díszítés, hanem hozzátartozik az Isten dicséretünkhöz. És még egyszer köszönöm nekik a színvonalas éneket és orgonajátékot. Június 4-e nemzeti gyásznap. De inkább sokszor mondják ezt nemzeti összetartozás napjának, lehet szépen is fogalmazni, de ez akkor is nemzeti gyásznap. 1920. július 4. ugye aláíratják Magyarországgal, Szentgyörgyországhoz tartozó részekkel együtt azt a papírt, amelynek következtében megcsompult az ország, és ahogy tapasztaljuk, azóta sincs nyugalom a Kárpát-medencében, az elszakadt területeken. 16:30 fog szólni kedden a harang ennek emlékére, hiszen 99. évfordulója van ennek a gyalázatos békediktátumnak. Imáinkban ne feledkezzünk meg azok, akik szenvedték és szenvedik ma is Trianonnak a gyalázatát. Június 7-én, borvaszírásan este 6 órától, Erdei József lesz a vendégünk, aki Ady Endres halálának 100. évfordulóra emlékezés alkalmából a költő verseiből szaval, ezzel tisztelegve a költő emlékére. Gitára közreműködik Debreceni Kata. Mindig egyszer hívunk és várunk. Utána tisztelik magapét is szervezünk ott a templom mellett. Mindenkinek áldott vasárnapot kívánok, köszöntöm a beheti születés és névnapos testvéreimet. Természetesen ugye azt hozzá kell tenni, hogy a szombati szentmise az élvényes vasárnapra, tehát aki nem tud vasárnap fog eljönni, annak nem kell különböző vasárnap is misére menni, hiszen ugye délután 3 óra után már előesti szentmisnek számít, úgyhogy nem kell megijedni ettől. Ma délután 3 órától pedig az első vasárnapi imaóra és titok cselekvés, ahogy azt már megszokhattuk minden hónapban. Mindenkinek áldott szép vasárnapot kívánok, köszönöm a születés és névnaposokat, dicsértessék a Jézus Krisztus. A szentmise végén azért majd az állatlan egy kis születés lesz, és akkor kezdődik majd az előadása Leperről, aki tehetik maradjon, hogy kéne maradjon minél többen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, menjünk békével. Isten legyen veletek!